Ugrálóvár, íjászat, arcfestést vagy éppen zumba, mindössze néhány példa arra, hogy milyen programokkal készült a Tolnai Nagy Családosok Egyesülete a tagjainak. A hétvégén ugyanis a klub megtartotta a már hagyománynak számító családi napját. A rossz idő sem szegte senki kedvét, bár rendszerint az Altaripa szabadidőparkban kap helyet az esemény, ezúttal a Lehel utcai sportcsarnokban rendezték meg. A rossz időjárás viszontagságai miatt ugye nem tudtuk megrendezni a Tolnai Dunaparton a családi napunkat. Valahogy mindig azt érzem, hogy jön egy csavar, amikor elkezdünk szervezni egy bizonyos programot, de úgy gondolom, hogy az egyesületnek ez a tipikus nagy lelkesedési vágya az, ami erőt ad ilyenkor, és új helyszínt szervezünk. Ezért tudtuk most, hál' Isten szerintem, ezáltal is, és a jó Istennek köszönjük, hogy sikerült összehozni a Lehel utcai sportcsarnokot, és itt így akkor sikerült teljes egészében megvalósítanunk, szerintem egy 90%-ában a program teljes egészét. A program ugye reggel az érkezéssel, vagy hát maga a pakolással az érkezéssel, majd utána a futóversenyek korosztályonként, aztán sorversenyek csapatonként, ugye 10 darab, 10 fős csapat volt, ez 100 főt vont be automatizál a programunkba, de emellett van az ugrálóvár, a csillámtetko, ugye van a hajfonás, és akkor lehet még kipróbálni az íjászkodást itt a sportcsarnok melletti részen, de majd látni fogjuk délután a tűzoltóautót is kipróbálhatják a gyerekek, de délután még várhatjuk a gyerekzumbát is, meg még lesz egy 10 próba nevezetű állomás, ahol a gyerekek pecséteket tudnak majd szerezni a kis könyvükbe, és a pecsétet attól függ, hogy hány darabot szereztek, annak értékű ajándékra tudják majd beváltani. A családi nap minden évben nagy népszerűségnek örvend. Úgy gondolom, hogy a legjobban összehozza az egyesületet, ez mindig több mint 200 fővel vagyunk jelen. A többi programunk is nagyon-nagyon sikeres, általában egy ilyen 150 fősek azok is, de ez az egy nap, amikor tényleg az egyesületnek a 90%-a jelen van, és nagyon jól érezzük magunkat, és egy önfelett minőségi időt töltünk együtt. A nagycsaládosok 2023-ra tervezett programjai azonban ezzel itt nem értek véget, hiszen a csoport szeretne ellátogatni a paksi atomerőműbe, kenutúrára és országos találkozóra is készülnek. Júniusban tervezzük még, hogy ellátogatunk a paksi atomerőmű központban, ugye a 16 éven felüliek ők bemehetnek az üzemi területre is, a többiek pedig a látogatóközpontban is a múzeumot tudjuk majd meglátogatni. Aztán júliusban, augusztus elején tervezünk egy kenutúrát szintén, majd szeptemberben Kalocsára tervezzük az Országos Nagycsaládos Egyesületnek a találkozóján részt venni, majd újra jönnek az őszi programok, amik szinte minden hónapban két programot jelent, úgyhogy idén sem állt meg az aktivitás, nagyon próbálkozunk, és én azt veszem észre, hogy az egyesület tagjai örömmel jönnek és részt vesznek rajta. Folyamatosan évről évre jönnek új családok, aminek én nagyon örülök, főképp, hogy fiatalodunk is ezáltal. Nagyon jó új arcokat és kisgyermekeket is, hisz vannak, akik már elrepültek, de a szülők tagok maradtak, ugye? Mi nekik is nagyon örülünk, hisz ő belőlük alakult ki ez az egész egyesület, ők felépítették azt, ami most már maga az egyesület, ezért én nagyon hálás vagyok számukra, de örömmel veszem azt, hogy folyamatosan jönnek új családok, akik szeretnének belépni hozzánk. Jelenleg 67 család tartozik hozzánk. Oh.
Idén második alkalommal rendezték meg a koncertet a Zeneiskola alapítványa javára. A Magházban megtartott eseményen fülegyönyörkötető produkciók hangzottak el. Igazából a fő célja az alapítványunknak, hogy a növendékeinket versenyen való szerepeltetésre támogassuk, illetve a saját megrendezésű rendezvényeink, mint a Tolna megyei négykezes találkozó, illetve a fuvolás találkozó, ezeknek a támogatása, valamint immár 8. alkalommal szerveznénk meg a Giovanni Artisti Mesterkurzust, melyen a növendékek egy teljes héten át más kiváló művésztanároktól tanulhatnak, így ez újabb inspiráció is a növendékek számára, és szeretnénk ezt támogatni természetesen a szervezést is. A mai nap növendékeink, főként idősebb korosztály fog szerepelni, valamint lesz tanári produkció és szóló produkció, valamint tanár és diák produkciók, illetve természetesen a zeneiskolai énekkara is szerepelni fog. Készülünk ezekre az alkalmakra, nagyon sok munka van mögötte, több hónap felkészüléssel jár egy ilyen koncert. Zongora kísérettel kell próbálniuk, természetesen az otthoni gyakorlás időt vesz el a gyermekektől, ezért természetesen ennek külön örülünk, amikor a gyerekek egy ilyen lehetőséget kapnak, és bemutathatják a tudásukat, és igyekszünk minél színvonalasabb műsorral előállni. Az intézmény igazgatója Máténé Hepp Andrea többek között a zenei nevelés fontosságáról is beszélt. Ugye maga az, hogy zenét tanul, az érzelmi és az értelmi intelligenciáját is fejleszti. Bizonyítottan pozitív hatással bír a zenei tanulmányokra is. Ugye közös az élmény a zeneiskolában, közös a nyelv, új barátságok köttethetnek. Itt a tinédzserek is egy biztonságos, családias, odafigyelő légkörben tölthetik el a szabad idejüket. Szüleim közül anyukám zongorázott fiatalabb korában, nagyjából annyi idősebb, mint én, 3-4 évig, de leginkább a mamám az, aki így példaként maradt meg bennem, mert ő komolyabban is foglalkozott a zenével, zongorázott jó pár éven keresztül, és ő néptáncot is oktat a Sonyéken és Bonyhádon. A színvonalas műsorral 135 ezer forintot sikerült összegyűjteni, amit a gyerekek képzésére, versenyeztetésére fordíthat az alapítvány. Autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jó
jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbófokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Elmúlt 4 óra, vége az ovinak és a sulinak. A tolnai Kovács család nevelt gyerekei már alig várták, hogy hazaérjenek és megölelhessék Erzsit, vagyis anyát, ahogy a kicsik szólítják. A családban jelenleg 5 állami gondozott gyereket nevelnek, közülük a legidősebb 17, a legfiatalabb pedig még csak 4 éves. Gyerekkoromban fogalmazódott meg bennem, mert a nagymamám az örökbe fogadott egy kislányt, mi egész életében végig vele volt. Nekem azt tetszett, hogy támogatja, meg felneveli, és úgy gondoltam, ha úgy tehetném, akkor én is örökbe fogadnék gyereket, hogy legyen egy példa, vagy hát segítsek rajta, hogy egy teljes értékű ember legyen. Tehát ezért én először örökbefogadó szülő lettem, és akkor utána pár évre rá nem kaptunk gyereket, és gondoltam, hogy leszek nevelőszülő. Mégiscsak segítek azoknak a gyerekeken, ha egy keveset is, de mégis támogatom, hogy az életbe elindítsák a kis útjukat. A nevelőszülőség az igazság szerint arról szól, hogy mi addig neveljük ezeket a gyerekeket, amíg a szülő helyre nem hozza a kicsi életét, és utána hazaviheti a gyerekét. Azt mondja az Orsi lányom, hogy anya a Teréz anya. Vagyis nem tudom. Tehát valamiért mindig próbálok segíteni embereken. Tehát jönnek akkor akár egy jó szóért, vagy valamiért. Mindenkivel megállok az utcán beszélgetni. Nem tudom, szerintem ez bennem van, én úgy gondolom. 2010 óta már 15 gyereket fogadtak be, hosszabb, rövidebb időre. Emellett 3 saját gyermeket is felnevelt már a tolnai asszony, sőt, bár nem is gondolnánk, de unokája is van már. A Nikim az 31, a János 24, az Erzsi meg most lesz 26. Legelőször is velük beszéltem meg ezt a dolgot, és támogatták. Tehát én úgy gondolom, hogy a saját gyerekeimnek is tudni kell az én döntéseimről, és nekik is, én úgy tudom ezt elfogadni, hogy én is szeretnék lenni, hogyha ők is tápogatnak, és azt mondják, hogy igen. Utána jött az apa, akivel ezt megbeszéltem, de ő azt mondta, hogy tehát ő támogatja, mert nálunk ez így van, hogy a gyerekeim az állatokat hozzák haza, én meg a gyerekeket szállom, és azt mondta, nem számít. Most akkor vagy állatunk, vagy gyerek, de hát ugyanaz. A hétköznapok rendszerint korán kezdődnek, Erzsike elmondása szerint általában 5 órakor kell fel. Akkor megcsinálom a reggelit, elő van készítve a kis ruhájuk, van, amikor nekiállok, és akkor mondjuk megfőzök, és akkor úgy felöltöztet, elmegyünk óvodába, iskolába, hazajövök, akkor befejezem a takarítást. De hogyha hétvégén itthol vannak, akkor is én korábban kelek, ők később kelnek. Ott is meg szoktam főzni, és a nap többi részével velük legyek. Tehát ez, hogy kicsit előrébb hozom az én dolgaimat, hogy amikor ők fölkelnek, akkor én velük tudjak lenni, velük tudjak foglalkozni.
délután, meg hétvégeken legtöbbször mindenhova megyünk kirándulni. Tehát ami létezik program, vagy kirándulás, vagy valami oda, én viszem a gyerekeket. Ez a kis fiú birodalma. Vagyis nem kell segíteni. Nem kell segíteni? Nagy fiú lettél? Jó. Nézd, milyen nagy fiú vagyok. Jó. Na, futál. Hopp. Hoppá! Na. Gyere. Tolnavár megye szerencsés helyzetben van, hogy számos a Kovácsékhoz hasonló szerető család fogadja be a nehéz sorsú gyermekeket. Tolnavár megye nagyon szerencsés, hogy Kovács család van, és Kovács családhoz hasonló nevelőszülők vannak áldozatunkban. Tolnavár megyébe közel 330 gyermek és fiatal nevelkedik a Szent Ágata Gyermekvédelmi Szolgáltató működtetésében. Mindegy 160-170 nevelőszülő az, aki segíti ezt a munkát, és nagyon büszkék vagyunk azokra a nevelőszülőkre, akik vállalják ezt a hivatást, ahogy Erzsike is megtette ezt 20 éveken keresztül. Természetesen vannak a nevelőszülői vállásnak különböző feltételei, személyi tárgyi feltételek, amit a jogszabály is előír, kor és egyebek. Mi azonban úgy azt szoktuk megfogalmazni, és az a legfontosabb alapelvünk, hogy olyan jó embereket keresünk, akik vállalják azt a hivatást, amelyben családból kiemelt, kikerült gyermekeknek a nevelését vállalják, hiszen ez egy hivatás. 2014 óta már jogviszonynak számít a hivatás, foglalkoztatás jogviszonynak is számít, tehát ez is egy szerencsés dolog, és az a legfontosabb a egyéb feltételek mellett, hogy azok az emberek, akik ezt vállalják, kitárják a szívüket, az ajtajukat azon gyerekek előtt, akik a családban nevelkedésre nagyon fontos lenne a számukra. Nem először lehet akár egyedülálló is, és semmilyen extra feltételek nincsenek, ami teljesítetetlen lennének, hanem azokat az embereket keresünk, akik a gyerekekhez ilyen módon tudnak viszonyulni és várják őket. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a nevelőszülők és a náluk lévő gyermekek biztonságban legyenek. Bármi probléma, hiszen azért ennek a nevelőszülőségnek az örömök mellett vannak azért nehézsége is, és azt szeretnénk, hogyha minden nevelőszülő és gyermek azt látná, azt érezni, hogy van mögöttük valaki. Mindig van segítség, hogyha bármilyen probléma merülne fel, akkor fordulhasson valakihez. Természetesen a legfontosabb segítő, a támasz, a nevelőszülői tanácsadó, aki heti nap, mindnapi kapcsolatban van esetenként a családdal, a gyermekekkel. Pszichológus hálózatunk van, ahol a szakemberek tudnak olyan adekvát segítséget nyújtani, és természetesen megvan az a szakmai háttér, ami biztosítja azt, hogy a nevelő szülők és a náluk lévő gyerekek bármely probléma esetén tudjanak kihez fordulni. Tehát mostan anyátapja az én szerintem ott az óvónéni is, meg én is sírtam, úgyhogy nem látták a gyerekek, mert a három óvodásom, hát annak híre ment az óvodába, a selyemgyári óvodába járnak, mert anyukáról kellett írni jellemzést, és a szintim is olyan jellemzést írt, hogy anyu szőkehajú nagyon szép, nagyon szeretem, nagyon sokat süt és főz, de néha telefonozik is, és ezt tudtam, hogy a szintim. Aztán a Norbinál ugyanez volt, anya szép, meg szőkehajú, meg játszik velem, meg tévézik velem. És a Krisztiánom, aki egy kicsit egy olyan elmaradott kisfiú volt, és mindenki azt hiszi, hogy nem egy okos kisfiú, de hát ő, az is leírta anyukám, szőkehajú, nagyon szeretem, nagyon sokat süt és főz, de ha van ideje, meg ha megteheti, akkor lefekszik és odafeküdhetek melléje, tévét nézünk, mesét hallgatunk, a kertjébe paradicsomot, paprikát teszünk, hát és én így néztem, az én Krisztiánom, tényleg. És bekötötték a szemüket, és odaültettek négy anyukát minden gyereknél, és az én gyerek, hát mondom, az én nem biztos nem ismernek meg, hát be van kötve a szemük, hát az anyá nem. Mindegyik tudta, hogy én vagyok az anyja. Én nagyon szeretek nevelőszülő lenni, én nagyon szeretem a gyerekeket. Nem azt mondom, hogy nem egy vagy könnyű egy hivatás, de nem is nehéz. Tehát ugyanolyan, mint a saját gyerekedet nevelnéd. Tehát
semmivel sem másabb ezek a gyerekek. Ugyanazok a kihívások, ugyanazok, de az az öröm az arcukon, tehát az szerintem mindent visz. Tehát, amikor jön, anya, szeretsz, tehát az meg egy olyant adsz nekik, hogy egy biztonságot, és ők biztonságot szeretnek, meg piszok nagy szeretetet. Én úgy gondolom. És akiben ez megvan, az simán. Tehát lehet nevelőszülő. Én meg, aki szereti a gyerekeket, legyen is, és segítsünk más gyerekeknek, én úgy gondolom.